Hát sziasztok! Itt van 2015. január 1-én a legeslegelső videó, amely a Linuxnak az alapvető különbségeit próbálja nektek első látásra bemutatni a Windows verziókhoz képest. Itt teljesen máshogy néz ki ugye a történet, akkor amikor először is beléptek a rendszerbe, miután ugye föltelepítettétek. A legeslegelső, legszembetűnőbb történet az az, hogy alulról innen tökéletesen hiányzik ugye a tárca, ezáltal nem ott találjátok megszokottan a órát például, vagy az update-et, vagy ilyesmit ugye, Windows 7 és Windows 8.8.1 alatt, hanem fölül. Fölül kaptok úgymond egy ilyen értesítő sávot, ezt talán legjobban én ahhoz tudnám hasonlítani, ami ugye Mac OS X alatt is látható, hogyha átszkinezitek a Windows-akat, ti is láthatjátok és tudjátok úgy használni, illetve az oldal sávban lévő történetek, itt nekem már jó pár dolog ugye föl lett rakva, itt alapjáraton ami láthattok az ugye a Dash, amit most majd a Windows 10-be tudtok használni, az pedig az, hogy ugye a neten és a gépen is keres, a fájlok. Itt ugye, amit már mondtam, az egyik legeslegszembetűnőbb, hogy nincsenek betűjelek, hanem a partíció méretének megfelelő számok mutatja, vagy egy 184 GB-os kötet, 314 GB-os kötet, vagy akár 266 GB-os kötet, illetve ugye, hogy rendszer számára, számítógép, stb. Ebben a mappában, ez a videómappa, pedig az a videó fog kerülni, amit ti majd nézhettek ugye jelen pillanatban is a YouTube-on. Na de, a másik nagy, és talán most észrevehettétek, különbsége ahhoz képest, ami van a Windowshoz képest, az pedig az, hogy gyakorlatilag, ha fogtok és valamit megnyittok, például itt van a rendszerbeállítások, itt így hívják a vezérlőpultot, itt nálam most a hang van, ugye, mert hogy tesztelgettem a mikrofont, hogy ne legyen zúgás, recsegés, mint az előző videóban. De nézzünk minden beállítást. Jóval kevesebb ikon van, ugye, és szisztematikusabban föl van osztva, mint a Windows esetében. És amire nagyon fölhívnám a figyelmet is fontos, az pedig az, hogy ugye a Windows esetében itt tudjátok ugye jobb oldalt kisméretre, teljes méretre, illetve ugye bezárni az ablakot. Na most ez itt bal oldalt van. Bal oldalt van, és innentől kezdve pedig így tudtok ezzel játszani, hogy itt zárjátok be a történetet, és túl van tárgyalva. A hangoknál pedig itt tudtok bármit állítani, és hogy ebben a nagy változás szerintem nincsen. Én egy kis effektet raktam már a Linuxban. Az ablakkezelés alá, ami pedig most például abban meg fog nyilvánulni, hogyha megfigyelj, teljesen más fog összecsukodni az ablak, mint ahogy mondjuk Windows alatt eltűnt, visszahúzom, felugrik. És megint más csinálja, a random módon csinálja a történetet, és ugye lehet. Jó, pakint rázogatni az ablakot, na de nem ér az előző tártól. Maradjunk annál, hogy miben is különbözik tenyőben ugye a Windows. Másik nagy különbség a Linux és a Windows között első látásra, az, hogy nem az ablaktetején vannak a beállítások, hogy ugye file, szerkesmény, hanem fölül van történeten, ha kiteszitek teljes képernyőre, hú, lehet, hogy rákattintok? Nem. Nem, várjátok, most nekem is, ugye már megint, amit mondtam, lesznek elég jó kis bénázások is, nem, ezzel szemben a Linuxnál itt van fölül az értesítési sávon a beállítás, a file, szerkesztés, megtekintetés, előzmény, ezek a személy, súgó.
Na, szóval. Ezek a történetek akkor le van tudva, tessék megjegyezni, mert fontos, hogy baloldalt tudjátok bezárni, és még elég sűrűn itt a baloldalt, aztán elkezdem az embert, hogy jó, hogy minden találom, aztán rájöttem, hogy Linux. A történet fontosság, a pedig alakul, amikor nagyon gyorsan az, hogy mi is van itt ezek alatt, ugye ez a kikapcsolgomb. Ugye a másik, ami még szembetűnő történet az, hogy nincsen sem start menü, Windowshoz képest, illetve nincsen Windows jelű gomb sem, hogy egyértelmű jelen, hogy nem az alatt vagyunk, ezt nem is kell használni, ugyanis a dolgásávon itt mindent megtaláltuk, amit kellhet, úgyhogy gyakorlatilag nincsen kezdőképernyő, nincsen jogkép, és a főskolás, hanem mindent itt találtuk. Szépen a köteteket, de nem is saját kézben, mert megtaláljátok, illetve ugye ami fontos, hogy sima névjegyzet helyett, már rögtön megkapja a LibreOffice, tudtok szépen írtani, táblázat ezt, meg mindenféle egyéb okosságot, de akkor kikapcsolom. A kikapcsolgomb esetében ugye van ilyen, ami Windows alatt a rendszer alatt írja, az pedig ez a számítógépes történet. 7,7 GB, 8 volt, 5 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 volt
hogy maga is kezdj el turkálni a rendszert, ne csak hagyatkozzon, mert akkor lehet valamit tőle elsajátítani, és biztos kézzel magasan kezelni, hogyha azt tőle fedezi föl. Na szóval, akkor vegyük nem gyorsan most tőle. Van egy Ubuntu gomb, rendszer beállítások, ugye ez az a vezérlőknak megfelelő történet. Zárulás, kilépés, tokugava, kijelentés, felfüggesztés, leállítás, leállítás, most nem fogom megmenni, lefelelkezem a videó, abban az esetben fölfog jönni két gomb. Egy olyan gomb, amikor frissítés jár van, gömbőben, az az újraindítás, a ide is, illetve van, van leállítás, az pedig a tipikus Windowsból is ilyen fölülnyitott kör, benne egy ötleteges vonallal. Következő hang. Na, gyerek, egy gyönyör. Ha a hangra mertek, akkor bizony, amit láttok, hogy én hallgattam, nem, hang. Vegyük végig. Hang. Alapul tudjátok szabályozni, hogy hangos legyen, viszont a BLC-t és a gyárbelőkben lejátszóját a ritmbombok is mutatja, vagy is zenét indítok. A bármelyik köteltől indítok, van mondjuk én Brooklyn-ban előbb, akkor tudom indítani, de tényleg csak nagyon lassan, hogy nehogy lecsavítsa a videót. Szóval halljátok, megy a zene. És közben bármit tudok csinálni. Következő órasáv. Ugye ez most nagyon eltűnik. Óra. Itt rögtön kaptok egy naptárt, megmutatja, hogy milyen itt néz, hogy Budapest is 15 óra van pillanatban. Ugye én is kuskuskodtam, hogy én megpróbáltam. Életemben nincs zombi voltam, de lényeg is nem tartozik a videóba. Lényeg, hogy ez a videó most már készül. És utána pedig itt van ugye az, hogy internetet mit használ, hálózatot, ő már rökülönben is, vagy vezetés kapcsolatban vagyok, vagy nem vagyok ugye, és akár ebben a szempillanatban is mondhatnám a kapcsolatot, illetve a billentyűzetet, ugye magyar, angolra is. Úgyhogy nagyvonalban mi fogadni fog titeket először, amikor bejön a linga, az ez.
Ezek a legnyilvánvalóbb különbségek ahhoz képest. Ezeket majd tovább fogjuk következő videóban majd. Ecseteltetni, vágogatni minden királyság nagy lesz. Úgyhogy remélem, hogy segített ez a minimális kis bekapcsolódás ebbe a kis operációs rendszerbe az életébe. És természetesen a kérdéseket van a további sávba, hogy amit tudnak kommentelés. Tudjátok tenni? Tudtok lájkolni, tudtok feliratkozni, ott van az e-mail címen, sőt, egy videó alá most már beírtam a Skype-os nevemet is, innen ez lehet, hogy Skype-on is, és hogyha tudok, akkor segítek, úgyhogy induljon be ez a segítés közösség. 40-en vagyunk, szerintem elegen ahhoz, hogy elkezdjük az ingyenes kis dolgokkal segíteni egymás életet. Ha valaki már kibázott volna föl a videóban, vagy abban mondtam, hogy bőgületes baromságokat mondanák, attól elnézést kérek, és várom azt, hogy kiavítson engem, hogy mi is gondoltam el, nem is hova. Úgyhogy akkor további jó szórakozást, kellemes másnaposságot, sziasztok!